Bridget Veninger, Ív Tárlet, 24 karácsonyi mese, 23. fejezet, Mennyei fekhely. Sötét és fagyos téli este volt. Egyszerre megnyíltak az egek. Egy csapat angyal tűnt fel, úgy sohogtak alá a földre, mint meg ragyogó hullócsillag. csillag. a kis röptükben, mennyi szép hangon. Az éles fülő állatok hallattak meg őket először. Felnéztek és megbabonázva pámulták a fényes angyal sereget, amint hosszú sejmes ezüstös hőfájtlakat húzva libent alá a magasból. Mi az? Mi történik? riadt fel egy nyuszi, aki dideregve kucorgott az üregében. Kicsit ugyan félt, mégis odaugrált az angyalokhoz, akik a mezőn áldogáltak. Látszott rajtuk a tanássalanság. Segíthetek nektek? kérdezte tőlük a nyúl. Az angyalok meglárázták a fejüket. Nem tudsz segíteni, barátocskám, mondta az egyik angyal. A mennyei gyermek hamarosan megszületik, és mi azért jöttünk, hogy keressünk neki egy fekhelyet. De hol találhatunk hozzá méltót? A városban, kiáltotta néhány angyal. Nem, nem, az erdőben kiáltották mások. Á, de hogy a gyermek bölcsője víz mellett ringjon, tódította a harmadik csoport. Az anyalok kis hiány örre mentek a vitatkozásban. Hagyjátok abba azonnal, ugrott közéjük a nyuszi. Én tudok egy jó helyet, gyertek csak velem. Azzal már indult is. Az anyalok úgy meglepődtek, hogy azonnal követték. Micsoda! kiáltottak fel dühösen, amikor végre leszálltak egy épület mellett. Hiszen ez egy istálló! Pontosan, istálló, húzta ki magát büszkén anyum. Nagyon jó hely. Van benne minden: meleg, víz, és még ágy is a mennyei gyermek számára. Az anyalok elhallgattak és körülnéztek. Na de, ez nem méltó hozzá, itt büdös van zúgolódtak. Ki kellene takarítani és rendbe tenni egy kicsit. Ez bízátok rám? mondta a nyúl, és jetősen elugrált. A nagy kőhöz igyekezett, ahol összedobolta a barátait. Látjátok azt a csillagot? Mutatott fel az égre. Valami különleges fog történni ma éjjel. A mennyei gyermek eljön közénk, ágyat kell készítenünk neki, nehogy megfagyjon. Az állatok bólogattak, segítünk! Mindegyik tenni akart valamit. A madarak lesöpörték a szárnyukkal a porta régi fagerendákról, a szalmas felsöpörte a padlót egy nagy ággal, a hangyák és az egerek kihorták a trágyát, az ökör hozott egy nyalább illatos színát a mezér, mezőről, a juhok puha gyapjúval bélelték ki a jászlat. És akkor az állatok meghallották, hogy valaki mély, dörgő hangon bekiabál az istálóba. – Mi folyik itt? – mind megdermedtek. A farkas volt. Az erős ökör bátran a barátai elé lépett, és az bükte a farkas felé. – Ez a mai este szent te is segíthetnél valamiben. Az ordas farkas lehorgasztotta a nagy busa fejét. Jó, hozzok egy kis fát az erdőről, morogta magá Az angyalok közben az istáló tetejére telepettek, vigyáztak, hogy a felhősejem össze ne és figyelték, ahogy a hideg istálót otthonossá és barátságot sát teszik az ügyes állatok. Végül a legnagyobb angyal odaintette a nyulat. Nézd, a csillag már egészen közel van, Jönnek! Már megyünk ki, és sürgette a barátaira nyúl. Mire József és Mária átlépte az istálló küszöbét, minden elcsendesedett. Szép tisztaság volt odabánt. Az állatok kint gyülekeztek, és várták, hogy megtörténjék a csoda. És igen, megtörtént. Halleluja, zendült fel az angyalok kórusa, és a csillag fényesen ragyogott az istáló fölött. Örvendezzetek föld népei, megszületett Isten fia. Mondd csak, megnézhetjük? suttogta a nyuszi. Hát persze, gyertek csak, pólintott az egyik angyal. Az állatok szép csöndesen beóvakodtak, és gyöngéden a jászol fölé hajoltak. És mivel minden állat a saját kicsinyére gondolt közben, a madarak fiókát láttak benne, a szarvas szarvas borjút, a tehén borjacskát, a juhok bárányt, a farkas pedig farkas kölköt. Ez, 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 ez nem lehet igaz, dadogta ámulva a nyúl. Isten fia éppen olyan, mint mi vagyunk. Az angyal halkan felnevetett, aztán oda neki. Igen, ez a legeslegnagyobb csoda.